se szeret, szoríts jobban, melletted vagyok én. Új kedves, egy még újabb jövök, de barátságom csillagidőt igény. Én is őrzöm arcomat, sajátodat, te is félted. Leáncolnád önmagad, közben szabadságot kéred, visszakéred. Isten, 78%, ez viszont azt jelenti, hogy holt verseny van, 78%, Cibi Norbi és Péter Samek között a Holnap hajnalig című dalt énekelték, a Pásztor Jakab 60-i trió szerzeményét, ezt még muszáj volt elmondanom. Igen, gyere közelebb, egyébként még egyszer ugye elmondjuk, holt verseny, ilyen még nem volt egyelőre a Rising Star történetében, ha ez így marad a végéig, akkor viszont majd a végén pontosítjuk, századra pontosan, hogy ki mennyi százalékot kapott, és meg fogjuk mondani, hogy ki az aktuális továbbjutó. Na, hát nagyon jó volt. A Nóri egyfolytában azzal kérkedett, hogy bent, hogy nem kérkedett, hogy szerette volna, hogy ő megtanulja ezt a mikrofon magam után húzást. Azt mondta, élete legboldogabb pillanata lenne. Hadd csinálhatnék. Az Éva ebben mester, meg a mikrofon dobálásban, ez jó, a legnagyobb. De inkább a dalról hallgassuk. Jó, tényleg itt a zsűri, sziasztok! Jelenthetnék elfogultságot, hiszen Csepregi Éva Szép nyári nap című musicalbe 100-nál többször énekelt ezt a dalt a Budapesti Operett Színházba, de ilyen remek partnerrel, mint a Péter Sramek, külön öröm volt neki elénekelni. Én azt gondolom, hogy példamutató az, hogy kapcsolódott össze a szemük, az érzelmeik, hogy dobták át egymásnak a labdát, és azt a labdát nem tovább vitte egyszerűen, hanem tovább ívelte, és jött vissza, és ment. Nagyszerű duett volt. Gratulálok! Gyönyörű hangon énekelt, Péter! Anna? Köszönöm szépen! Sokáig tart az a stádium, amikor az ember titokban a fülébe dugott fülhallgatóval otthon hallgatja a legendát, a kedvencét, a hősét, és hogyha elég erő, lelki erő van benne ahhoz, hogy nagyot álmodjon, erőset álmodjon, és merjen elég sokáig álmodni, akkor egyszer csak kopogtat valaki az ablakon, és maga a legenda mászik be melléd, leül az ágyadra, és együtt hallgatjátok azt a nótát, amire később énekeltek is. Ez történt most itt. Hold up, hold up.
Fali? Azt kell mondjam, hogy az jutott eszembe egy kis személyes gondolat, már mindenki mondja nekem, amikor először Szörényi Leventével egy színpadra álltam az Illéssel, akkor összeugrott a szívem, és így pillanatra lepergett az összes év, amit a pályán töltöttem, és mindaz az sok minden öröm, amit átéltem. És most azt a tüzet és azt a boldogságot láttam a szemedben, Péter, amikor ott áll melletted egy legenda, akinek hihetetlen múltja van, hihetetlen pozitív személyiség, jelenek. És odáll melléd, és ti együtt, nem elég, hogy te is egy hihetetlen rokonszenves és szimpatikus srác vagy, és kívánom, hogy juss ennek a műsornak a legesleg végéig, mert ez az igazi emberség, amit te vagy ebben a műsorban. Misi? Gratulálni Köszönjük szeretnék, szépen. Hihetetlen bensőséges Köszönjük. Volt. És azt azért el kell mondanom, hogy én nagy Neoton Familia rajongó vagyok, a feleségem az mindig fölhördül, mikor a rádióba fölcsendül bármelyik nótájuk, hihetetlenül imádom azt a zenéiséget, amit képviselnek, zseniális. És hogy egy kicsit szakmázzak, azért nagyon nehéz dolguk van a versenyzőknek. Ide jönnek a duett partnerek saját dallal, saját hangnembe, és alkalmazkodni kell a versenyzőknek ez a hangnemhez. Minden énekes másmilyen hangfekvésbe szeret, tud énekelni, és ehhez alkalmazkodni, és ezt hihetetlenül jól megoldottak. Ez tényleg így volt, hogy szerencsénk volt, hogy Péternek van ez a gyönyörű, szép, magas, szép ívű tenorja, hogy ezt a magasságot, ezt így ki tudta játszani ebben a dalban, úgyhogy a Holnap hajnalig az nagyon sok mindent megért már, de azt hiszem, hogy ez az egyik csúcsa volt a feldolgozások között, úgyhogy köszönöm szépen. Reméljük még sokat. Mi is köszönjük szépen, nyomás fel a páholyba. 78%-ot ért tehát el. Péter és Éva, fáradjatok a páholyba.